Magasra mászott a hőmérőben a higany, és egészen biztos, hogy várnak még ránk hőhullámok ezen a nyáron is. A kánikulában pedig a vízpartnál jobb helykevés létezik. Viszont bármennyire is hívogató például a tiszafüredi Szabadstrand, nagyon körültekintőnek kell lenni még a parton is, mert a hőség nem játék. Bemenjünk rendszeresen a vízbe, iszunk sok folyadékot, és a fejünket is vizezzük. És ha pihenni megyünk, akkor árnyékba megyünk. Íratlan, de nagyon fontos szabály, hogy 11 és 15 óra között nem szabad a napon tartózkodni. Egyrészt ekkor a legmelegebb a levegő, másrészt ekkor a legerősebb az ultravióla sugárzás. E kettő hatás különösen nagy veszélynek teszi ki az emberi szervezetet. Próbálok védekezni ellene. Hát nekem a naptej az nem nagyon sokat számít, inkább nem megyek a napra. Ez a legrövidebb védekezés, és hát betartom ezeket az időket, de hát most itt vagyunk a Tisza-tónál, úgyhogy nincs mese, le kellett jönnünk. Elegendő mennyiségű folyadék nélkül tilos még a strandolás is. A partmenti büfékben beszerezhető sör is jól csúszik, ugyanakkor ennek alacsony alkoholtartalma éppenséggel felmelegíti a szervezetet. Olyan apróságokra is érdemes figyelni, hogy az otthonról hozott szendvics a melegben hamar megromlik, ezért érdemes hűtőtáskával érkezni a strandra. Hát itt a vízpart mellett nagyon jó, igaz, kincsem? Igen. Jó a víz, örülünk, hogy ilyen jó meleg lett. Ugyancsak jó szolgálatot tesz a magas faktorszámú napvédőkrém, a gyerekeket mindenképpen be kell ilyennel kenni, de nem csak az erős napsugárzás veszélyes, maga a vízben való tartózkodás is veszélyforrássá válhat. Bár a fürdőzők számára fenntartott vízfelület jól körülhatárolt, a bátrabb strandolók előszeretettel merészkednek a bójákon kívüli területekre, itt viszont már vízi járművek is járhatnak. Egy-egy műszakban próbáljuk a forgalomhoz igazítani a biztonsági személyzetnek a létszámát. Több úszómester teljesít szolgálatot minden nap, illetve vízőrök, illetve egészségügyi személyzet. Sajnos rendszeresen van szükség beavatkozásra, mentésre, emberéletmentésre is akár, vagy bajba jutott embereknek a segítésére. Ez abból adódik elsősorban, hogy nagyon sokszor az emberek rosszul mérik fel a kondíciójukat, rosszul mérik fel a körülményeiket, és általában meg a körülményeket, és általában így kerülnek bajba, de az úszómestereink szemfülesek, és minden idő pillanatban kémlelik a vizet, hogy szorul-e valaki segítségre, vagy valahol be kell avatkozni, esetlegesen a bajt meg kell előzni, erre óriási hangsúlyt fektetünk. A tiszafüredi strandon van egészségügyi szoba is, valamint defibrillátor. Ez utóbbit a strand üzemeltetője szerint eddig még szerencsére egyszer sem kellett használni.